Szép jajnalt mindenkinek, Torin vagyok, ez pedig a Galactic Civilization 3 Intrika változata. Folytatjuk a korábbi kampányunkat. Hyperspace Galactic Project, ha jól emlékszem, azt építettük. Vagy legalábbis terveztük építeni. A legfejlettebb bolygó az Altar, Iridia, Galactica 3. Nos, igen. Xeno Research Laboratory. Az a standard kutatóépület, semmi extra, a Galactic Mainframe, once per player. Wow, milyen jó lenne ez az antierő, antianyag erőmű. De úgy látom, mi ezt fogjuk itt építeni, mert ez egy hatalmas gazdagság. Ja. Pom 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 pom. Kétszer is sikerült találnom dolgokat. Az jól hangzik. Mindjárt pozitív gazdaságunk van, a bazárban vannak események. Nem, jól hangzik, plusz egy mozgást ad. Michael Jackson a gazdagságunkban dolgozik. Határozottan embereknek tűnnek ezek az figurák, nem pedig a fajunkból valónak. De ezt lehet, hogy én szúrtam el, amikor felállítottuk a fajokat.
Bla, 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 bla. Hogy véleményezzem az ügyet? No, lassan nem itt, hanem civilization lesz. No, nincs több útvonalunk. Akkor az a jó, ja, hogy az új tech az, ami készíti nekünk a további embereket. Ho-ho-ho-ho. De hogy nem van rá pénzünk. Ostoba. Már hogy ne volna rá pénzünk? De nem a Defendert kellett, hát a, azért főztem furcsán. Teherhajónk. De annak meg gyakran végtelen mozgáspontja van. Itt egy bazár, csak úgy. Ó, egy shipyardot is fogadni nekünk, milyen kedves. Igazán jó fej. Tö-tö-tö. Összegyűlt a nagy tanács. Ki legyen a vezető? Nyilvánvalóan magamra fogok szavazni. Felteszem, mindenki magára szavazott. A your singularity az vele szavazott, hát ez van. No, megvan az új három kapcsolatunk. Life support, ami messzebb tudunk menni vele mozgással. De mintha olyan nagyon fontos lenne az ügy. Kihasznált Illyrium. Trade offer. Szinte biztos, hogy visszautasítok. Ajánl antimattert. De ha akarsz, akkor adhatsz egy antimattert. És én hajlandó vagyok adni olyat, amit neked mondjuk nincs.
Teljes vagyonom nem lenne elég. Most mennyit ajánlasz? 70-et? Legyen. Legyen. Legyen! Igen, ennek csak úgy van értelme, ha valami jó mellett van. Na, mondjuk itt ide le tudom tenni. És akkor körbe tudjuk venni. 6 cuccal, az mondjuk úgy fincs lenne. Nos. Roncsok, roncsok. Kapszula. Hát nagyon aranyos. Mi van, ha nem? Jó lenne bolygót is találni. Birodalmatokban. Idle Shipyard. Van már harcértéke? Nem sok. Lássuk, mire jó ez. Töröm-töm-töm. Hogy tudok összeszedni valami tényleg érdekeset?
Tarantantá. Durantium, Iririum. Nos, nem tudom pontosan, hogy hova haladunk. Hogy tudnánk veszteni, ha 60%-os megítélésünk van? De hát ezt már ne tőlem kérdezzük. Kutatás. Mindenféle upgrade. Direkt plusz egy influence, azzal azt hiszem nincsen gond. Továbbra is ezt tudom mondani, mint az egyik legjobb opciót. Nincs semmi, amivel előléptethetnénk. Mogul! Tehát csinál 5000 pénzt nekünk, és távozik. Az se egy rossz opció egyébként. Adott esetben.
Bár jónak sem mondanám. Kissé sokat kell oda caplatni, de végül is ez a feladata. Tradeoffer újra ajánl egy illíriumot cuccokért. Nem. Elfogadjunk egy illíriumot. Tudunk ajánlani mondjuk egy tóliumot érte. Nem nagyon szeretné. Kicsit sokat kérsz, nem gondolod? Legyen, elfogadtuk, de egyetlen egy ok miatt, mert így ezt megbusztolhatjuk. És így annak az influence generálása jelentősen megnő. Tara, tara, tara. Idle sheep. Újabb visszautasított. Érdekes ajánlat. És mire tudok menni azokkal a precursor tumokkal? Igazából nincs rá szükségem, de az ajánlat mondjuk a jobbak közül való, ezt megmondhatom. Slime és az altaran ellenállás 6-ba lépett. Kellemetlen. Nem. Ott is megvan már ez a... Ó, altaráról altarára. Milyen aranyos. Kutatás. Újabb kereskedelmek, még több influence. Idle colony.
Financial Capital. Újabb értelmetlen trade offer. Tudunk-e ajánlani mondjuk egy tóriumot? Tudunk-e még valamit ajánlani? A Virilis-t. Tizenhárom pénz, meg némi egyszerű cumó. És ezért adott egy technikát. Ezt miért ne fogadnánk el? Dolgok történtek. Érdekes opciók. És még egy tök fölösleges trade offer. Vannak cuccaink, tudunk adni két ilyen bogyókát. Meg... Más nem. Ezt még nem tudok adni neki, vagy nem tudja használni? Az egy kicsit túlzás lenne, hogy még 200-at adjak. Hát akkor felejtsük el, jó? Azt hittem segíthetek neked kereskedni. Hát hajrá! Sima többségünk van. Van a fasz. Az egyik szenátorunk valami rosszat csinál. Kalózokkal üzletel. Eléptessük elő, ez jó, ez aranyos. De nem. Ilyen agressziót nem lépünk el. Random van két benevolent pontunk, nem tudom honnan. Újabb ostoba trade offer. Ó, tehát semmit nem ajánlasz és én ezért fizessek.
Na, ezt így el tudom fogadni. Technikát meg 150 pénzt hoztunk. Galaktikához hozzá lehetne csapni, csak kicsit drága lenne. Idle ship. Antianyag. Igazából viszont van itt még egy csomónk. Jasszony. Hogy oda már nem ér el. Egyelőre akkor induljon el. Még lehet, hogy el fog érni. Oh, viszont Constructor, az pedig ha legyen előtte. Mysterious Hardware. Treasure Hunt hozott 300 zsetont. Mondjuk egynek nem rossz. Ha egyszer semmibe nem került. Ilyen formán. Kutatás. Mindenféle cucc, plusz még több influence. Hát ez jónak tűnik. Idle Colony. Az a Xeno Research Center az ugorjon ki oda. Vagy labor, vagy akármi. Majd meglátjuk. Ó, újabb ostoba trade-offer. Egy nagyobb mennyiségű prekurzor nanite-okat ajánlat mindenféle dolgokért. Továbbra sem kell nekem a nanite-jaid. Egy free tech érdemben, legalábbis olcsóbb.
Attól tartok egyébként, hogy összességében egy kicsit valahol elvesztettem az erőmet. Kutatás. Akkor oda telepítünk egy ilyen Xenót. Újabb ostoba trade-offer. Neked semmit nem tudok fizetni. Pénzem meg éppen most nincs. Legalább ennyi. Újabb Mysterious Hardware. Space Junkot szinte csak úgy fogjuk felvenni. Ó, generális. Legyen egy tábornokunk, az mindig hasznos. Supreme General. Még öt légiót ad. Idle Colony. Gazdag. Szimpi 100 zseton. Ó, random kaptunk ellenállást lázadás ellen, vagy háborúk ellen, vagy valami ilyesmit. Da-da-da. Idle Shipyard. Ez a gazdasági, ez tetszik egyébként. Kapunk egy alak zsetont. Semmiből. Jó, ez nagyon aranyos. És most egyenre ennyi volt.
Governmentnél viszont majd megnézzük legközelebb.